Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrá vagyok, ez pedig a nap híreit hétfő reggel a csatornán. Nagyon köszönjük mindenkinek, hogy támogatnak bennünket, kommentelnek, megosztják a videókat, meghallgatják. Az mind nagyon nagy segítség nekem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az én munkámat is segítik az építő kritikával. Ez a mai hír is nagy valószínűséggel jó sok kommentet fog generálni, ami egyébként egyrésztről nagyon jó, másrésztről meg sajnálatos is, mert ugye mindenki hallotta, hogy a hétvégén Izraelt megtámadta a Hamas terror szervezet egy ilyen átfogó támadásban. Lehet olvasni a híradásokban, hogy ez csak az első lépése egy olyan offenzívas sorozatnak, amire már nagyon régóta készülnek, és hogyha mindezt amellé oda tesszük, hogy az Egyesült Államok, vagyis hát a Biden kormányzat 6 milliárd dollárt szabadított fel Irán számára, akkor Egyértelműen lehet látni, hogy óriási összefüggés van. hogy ezt Trump meg is mondta, hogy konfliktus helyzeteket fog generálni ez a 6 milliárd dollár a közel-keleten, mert ugye csak az idióták gondolják, hogy Irán ezt majd humanitárius dolgokra fogja felhasználni. A másik pedig az, hogy egyre több olyan híradás érkezik az izraeli hadsereg részéről, hogy a fegyverek, amelyeket a Hamasznál, meg az őket támogató terroristáknál találnak, azok amerikai típusúak, valószínűleg azok, amelyek Afganisztánban maradtak, ugye az amerikai kivonuláskor, csak hát ugye nyilván tudjuk, hogy Ukrajnából is rengeteg fegyver eltűnt a fekete piacon, és azok most mind itt landolnak, úgy tűnik, hogy ezzel harcolnak a zsidó állam ellen a palesztinok, úgymond, és szeretném én is előre bocsátani, hogy azok az emberek, akik a nők és a gyerekek legyilkolását teljesen ok nélkül, és ilyen vérszomjas módon akik ezt szabadságharcnak nevezik, azoknak lehet, hogy a tükörbe kellene nézni, és végig kellene gondolni, hogy mi van bennük, mert ugye óriási különbség van a között, hogy a palesztinoknak a vezetői iskolák alá, meg kórházak alá telepítik a fegyverraktárakat, és miután Izrael többszörösen felhívja a civil lakosságnak a figyelmét, hogy támadás fog következni, és hagyják el a területet, és ezek a hatalmas agymosás miatt úgy döntenek, hogy nem mennek sehova, meg ez a hihetetlen gyűlölet, ami van bennük, ez arra sarkalja őket, hogy nehogy már engedelmeskedjenek, és emiatt történik civil áldozatok ellen is támadás az izraeli oldalról. Itt most az történt, hogy ezek bejöttek az izraeli területekre, bementek a kibucokba, és gyerekeket, időseket, nőket válogatás nélkül rabolnak el, és ugye beviszik őket a gázai jövezetbe, ahol a felbőszített tömeg az meglincseli őket. Tehát a kettő között óriási különbség van. Ráadásul ugye mindenki úgymond a palesztinokat támogatja, akik egyébként semmire nem hajlandóak a palesztinok, azok nem kompromisszumképesek, és aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy olyan, hogy palesztin nép olyan nem létezik. A római korban nevezték el palesztinának Izraelt, azért, hogy a zsidóknak még az írmagját is kiírtsák, a filiszteus névből következően, tehát a filiszteus az ugye egy ellenséges nép volt az Ószövetségnek az idejében, és ennek a nyomán, ugye, ennek a nyomán elnevezték Izraelt Palesztinának a rómaiak, ugye, tudjuk nagyon jól, elkezdték feltárni a régi Emlékhelyeket, meg régészeti ásatásokat végeztek, és akkor utána lett Izraelből valahogy Palesztina. Tehát ezeknek az összekeveredett népnek, akik azt gondolják magukról, hogy ők ezeknek a leszármazottai, hát a görögök szerintem közelebb állnak a filiszteusokhoz, mint ők. Ezeknek nincsen joguk ehhez a területhez. Még Izrael szinte ezért létezik ez a nép, mert ugye mindig ott volt a reménység, hogy vissza tudnak menni az atyáik földjére. Tehát itt történelmi hiányosságok vannak azoknál, akik azt gondolják, hogy a palesztinoknak bármihez joguk van ezen a területen. Tehát ők alapvetően teljes mértékben csak betolakodók. És hát ha látjuk az izraeli történelmet, 48-tól kezdve akkor kezdett el virágozni a Föld, amikor a zsidók visszatértek és persze, hogy kívánatossá kezdett válni, miután már nem gyilkos mocsarak voltak rajta, meg terméketlen sivatagos terület, hanem kibucok jöttek létre, elkezdtek növényeket termeszteni, ugye a negevben halastavakat csináltak, tehát persze, hogy mindenki megkívánta. Szóval szerintem rakjuk rendbe a fejünkbe azt, hogy mit tartunk szabadságharcnak, és valóban az egyik barátom egy bejegyzést tett közzé a Facebookon, hogy a szabadságharcosok ez által forognak a sírjukból. Most képzeljük el a 48-as szabadságharcot, hogy ilyen tettekre betemettek volna, hát nem lehet egy lapon emlegetni őket. És ez az ős gyűlölet, ami árad ezekből az emberekből, akik magukat ugye szabadságharcosnak, meg elnyomott népnek tartják. Tehát az, hogy a gyerekek üvöltenek, meg újongás van azért, hogy hogy fiatalokat, meg, meg öregeket felkoncolnak, meg rugdossák a, a holtesteket. Tehát ez olyan fokú, embertelen állati viselkedés, hogy ezt nem lehet szabadságharcnak nevezni. Ez mészárlás. És az a helyzet, hogy ugye ahogy találják meg a halottakat, úgy nő az áldozatoknak a száma, már több mint 700 áldozat van, és hát mindenki azt mondja, hogy hosszú távra fognak berendezkedni, tehát ez egy nagyon ügyesen előkészített offenzíva sorozat. És ugye itt is nyilván már hallottak valószínűleg több elemzést róla, hogy hogy létezik, hogy a moszad nem tudta. Én egyébként arra tippelek, hogy olyan szoros az együttműködés az amerikai titkosszolgálattal, ami egyébként az ukránokat is rendszeresen támogatja információval, hogy egy kicsit elaludtak a zsidók, és ugye Netanyahu is mondta, hogy ki fogják vizsgálni, hogy mi az, hogy nem tudtak róla, ahol ott ott van a közvetlen környezetükben, és azért tényleg igaz, hogy ha máshova nem, a Moszad, a gázai övezetben, meg a, meg a nyugati partra a hihetetlen módban van épülve, és nagyon nagy kérdés, hogy mi történt, hogy ezt nem vették észre. És hát ugye a másik aggodalomra okot adó dolog az, hogy a síták és a szunniták most itt közösen harcolnak. Ugye a Hezbollah lépett ugyanúgy a harcokba, vagy legalábbis a támogatásáról biztosította a Hamaszt. A Hamasz az egy szunnita szervezet, a Hezbollah az pedig síta és akkor itt majd felértékelődik a szaudiakkal való békekötésnek a jelentősége, mert ugye az a helyzet, hogy a szaudiak ugyanazon az ideológiai alapon állnak, mint a Hamas, meg a muszlim testvériség Egyiptomban. A Hezbollah az pedig teljes mértékben Iránnak a kihelyezett tagozata, tehát egy ilyen kinyújtott karja. És hogyha ez a két egy, egymással egyébként egyáltalán nem egyező irányzat képes Izrael-el szemben egy ilyen összehangolt támadást indítani, akkor ott abszolút nagy probléma van, tehát abból lehet gond. És hát ez az egész helyzet a Biden adminisztrációnak a teljes kudarcát mutatja. Egyrészt az afganisztáni kivonulási is, tehát azt meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy ne maradjon ott több 10 milliárd dollár értékű hadifelszerelés. Ugye a tálibok is bejelentették szinte az elején. Irán és Jordánia engedje át őket Afganisztánból, és akkor ők is beszállnak a harcba Izrael ellen. Abszolút látszik, hogy az amerikai politika, a nem létező közelkeleti amerikai politika, ami a Biden adminisztrációt jellemzi, az ebben csúcsosodik ki most ebben a konfliktus helyzetben, hogy sikerült gyönyörűen kistafírozni őket fegyverrel és pénzzel, az Európai Unió hadhatós támogatásával, ugye, és sikerült őket egy oldalra állítani izrael -e szemben, aki egyébként hosszú ideje a békének az egyik letéteményese volt abban a régióban, és szövetségese mind az Európai Uniónak, biztonságpolitikai kérdésekben például, mind az Egyesült Államoknak. És ugye, hogyha megnézzük, hogy azok a tömegek, amelyek kintüntettek a Brandenburgi kapu előtt, mert ugye igazából Európa meg az Egyesült Államok most csak azt csinálja, mint amit egyébként mindig szokott. Tehát kb. annyi hatása van az egész támogatásnak, hogy mintha az ember megváltoztatná a Facebookon, a, a, adna egy kis keretet a profilképének. Tehát semmi értelme, mert nem segít tételesen semmit. De ugye Berbok is most azért ki kellett fejeznie, hogy elítéli a támadásokat, mert annyira brutálisan embertelen, amit csinálnak az izraeliekkel. És akkor. A Brandenburgi kaput bevilágították az izraeli zászlóval, meg ugye a pozsonyi városházát, vagy a, a parlament épületét, és így tovább, meg nálunk is a Lánchidat, és akkor a muzulmánok azok kimennek őrjöngeni, hogy mi az, hogy ez be van világítva, meg kimondta nektek, hogy ti Izrael támogathatjátok. És sajnos, mivel ugye nem tudták, a Mossad sem tudta előre, a közvetlen környezetébe, hogy ez történni fog, ezért nagy valószínűséggel olyan segítséget kapnak ezek a terrorszervezetek, amelyek túlmutatnak egyébként az államnak a keretein. És sajnos emberek, ez nálunk is bekövetkezhet. Pontosan ez a probléma ezzel az egésszel, hogy ez akárhol is történhetett volna, ugyanis nem csak a zsidókat utálják ezek az emberek, hanem ha megnézzük a németországi késes támadásoknak a mennyiségét, meg azt a brutalitást, ahogyan egyébként a befogadó országokat, akár a franciákat, vagy a hollandokat, ahogy gyűlölik ezek a bevándorlók. Így egyszerűen mi nem vagyunk semmivel jobb helyzetben, mint a zsidók, sőt, mi még sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mert a zsidók legalább tudják, hogy fenyegetve vannak, és van egy olyan felkészült hadseregük, ami előbb-utóbb technikai fölényénél fogva át fogja fordítani ezt a helyzetet, és a zsidók továbbra is létezni fognak, tehát ez nem fog sikerülni, ez az offenzíva. Lehet, hogy nagy károkat fog okozni Izraelnek, és rengeteg ember meghal, ami borzasztóan, abszolút hihetetlenül nagy veszteség. De ettől függetlenül Izrael nem fog ebbe belerokkanni. Viszont Európa belerokkanhat, és hát a németek azok most a saját sírjukat a bevándorlás politikával, az Európai Unió a saját sírjátása. És szerintem mi nagyon jól tesszük, hogy ennek ellenállunk, nem kell nekünk ide muzulmán elnyomás, meg nem kell ez az újfajta, antiszemitizmus, ami egyébként a keresztények ellen is irányul. Tehát ezt nem lehet kihagyni. Ezek nem csak a zsidókat utálják, hanem minket is. És azok az emberek, akik a zsidó gyűlöletben partnerek, azok azt fogják észrevenni, hogy egy idő után őket is le akarják majd mészárolni, mert a muzulmánok szemében nincsen különbség. Úgymond mi vagyunk a könyv mi vagyunk a keresztények, de a zsidók is a könyvnépe. Tehát ahogy a zsidókat el akarják törölni a földszínéről, a kereszténységet is. És ezek az adminisztrációk, akár az Európai Unió vezetése, akár Amerikának a vezetése, ezek aktívan támogatják ezt az erőfeszítést, hogy pusztuljon a kereszténység, pusztuljanak a zsidók, pusztuljon el minden olyan érték, ami valaha is akármilyen szinten a Bibliához kötötte az emberiséget, és azokhoz az értékekhez, amelyek. Alapján, meg amelyeken állva hosszú évezredek óta létezünk, mert egyébként a jog, a jog is, meg minden bibliai alapokon áll, akárhogy is nézzük, meg akárhogy is mindenki megpróbál most függetlenedni ettől, hogy ez úgymond idejét múlt. Hát korán sem idejét múlt, csak az a baj, hogy fogalmuk nincs róla, hogy mi tartalmaz, és hogy mi az, ami egyébként az egész világot eddig a történelemben formálta, ami mind bibliai volt ezek olyan tragédiák, amelyek egyébként itt vannak a mi ajtónkban is, itt vannak a szomszédunkban, és semmi sem véd meg bennünket, ugyanis aktívan dolgoznak rajta, hogy egyre inkább leépítsék a hadseregeket, hogy majd Amerika megvéd mindenkit. Tehát nagyon-nagyon gyorsan tényleg el kellene kezdenünk gondolkozni rajta, hogy mit csinálunk, hogyha egy ilyen dolog beüt mondjuk a szomszédban, mert semmi sem akadályozza meg, hogy az osztrákok kapjanak egy ugyanilyen támadást, sajnos. És hát ezek azért aggasztó dolgok. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon jó hetük, sokkal jobb, mint ahogy kezdődött a hétvégével, és szerdán jelentkezem újra a következő nap hírével, reméljük, hogy akkor már egy kicsit jobb hírekkel vigyázzanak magukra, és legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.